Csolni. Jó estét kívánok, Tihanyi úr. Csókolom, parancsoljon, drága. Erzsi vagyok. Igen, Erzsike, mondja. Nem tudom, hogy mi van, túl gyenge vagyok, állandóan a fejem fáj. Ne idegesítsen, tényleg? Igen, és mikor... szédülök is. Szédül jó, 2-3 hónapja. Nem mondja. Komolyan? Komolyan. Kedves Erzsi, ismerjük egymást? Hát így a tévéből mindig nézem. Integetek mindig, tudja. Minden. Igen. Na, kezdem vizsgálni önt, jó, kedves hölgyem? Igen, köszönöm. Most koncentrálok önre. Kedves hölgyem, önnek az energia fölvevő helyei a békának a akármi alatt van. Igen. Olyan kicsikig, óvatosan beszélek, lerakom a kezemet, mert van, aki megsértődik erre is, hogy én ezt mondom. Hát tudja, én egy sértődök meg. Én egy őszinte ember vagyok, tudja, nem szoktam hátulról melbe, meg mit tudom, én őszintén mindig viccelni nagyon szeretek viszont. Ez nagyon jó dolog a viccelni, szóval nagyon alacsony szinten tetszik lenni. Gondolom, hogy ideges is tetszik lenni, meg fáradt is tetszik lenni. Hát most 2 szemműtéten esten keresztül. Mi hályok volt? Vagy? Igen, zsírmirigyek voltak. Zsírmirigyek voltak? Igen, az egyik az most volt február 10-én, és szerintem ez is az idegekre, de amúgy is olyan gyenge vagyok. Hát azért tetszik gyenge lenni, mert az energiafelvők nagyon picikék, ami a lehető legkisebbek, és nem jut a teste energiához, ezért fáradt, sőt az idegekre is hat, negatív irányba, mert ha valaki csak egyszer fáradt, akkor is ideges, nem beszélve arról, ha állandóan fáradtság alatt van valaki. Megnézem a szerveit, hogy működnek, jó? Igen, és a másik nagy probléma, hogy a szerveink nem kapnak energiát, és alul működnek. Még azok sem működnek teljesen. Nem elég, hogy nincs elég energiánk, de a szerveink is gyengén működnek. A depressziónak az egyik jele, ez a depressziót azért tudjuk olyan hatékonyan meggyógyítani, mert ugye ezt megszüntetjük, meg az allergiát is, hiszen ott van csakra, ami meg nagy lesz, azért van az energia. Igen. És ugye ezeket ugye megoldjuk könnyedén. Na nézem a szívét. 10-20-30-40. Elég karcsú. Mi hiányzik? Milyen szerve, kedves? Semmi, minden megvan. Semmi. Akkor prosztata is megvan, mondja? Megvan, a prosztata is még, igen. Az igen, gratulálom.